Kiskoromtól úgy nevelkedtem, hogy a könyvek a mindennapi életemhez tartoztak, szóval ez ugyanúgy most is megmaradt. A kedvenc korom a második világháború, ami ahhoz kapcsolódik. Susan Collins egyik kedvenc írónőm, ő az Éhező kiadalát írta. Most a Trónok harcát olvasom magyarul, úgy csak első kötetnél tartok, de szépen lassan haladok. Könyvtárban igazából soha nem jártam, szeretem megvenni magamnak a könyveket, hogy akár többször is olvashassam őket. Szóval a könyves üzletben szerzem be, vagy esetleg letöltöm az internetről e-book formájában. Van egy kedvenc írónőm, Katie Rex, ő egy antropológus amerikai, és ez főleg ilyen thriller vonalat képvisel, de egyébként szeretem a horrort is. Lírát is nagyon kedvelem, szóval verses köteteket, Radnóti Miklós a kedvencem többek közt. Amint az a gimnázium diákjai által elmondottakból kiderült, sok fiatal ma is olvas könyveket. Gombos Péter digitális benszülöttek olvasóvá és irodalomra nevelése címmel tartott előadást. A technika fejlődése az olvasási szokásokra komoly hatást gyakorolt. Én azt gondolom, hogy az előrelépés egyik feltétele nagyon-nagyon jó pedagógus továbbképzések. Ma már van európai szinten kidolgozott szövegértésfejlesztő módszer. Én magam első diplomát tanító szakon szereztem, aztán magyar tanár végzettséget is szereztem. Ezen évek alatt az egyetemen egyetlen egyszer sem hallottam azt a fogalmat, hogy olvasási stratégia. Pedagógusainak olyas valamit kellene megtanítani, amit ők maguk sem tanultak. Ma tudjuk, hogy az a gyerek jó szövegértésből, akinek több olvasási stratégiája van, és ezeket tudja váltogatni attól, annak megfelelő, mi a célja az olvasásának, vagy éppen milyen típusú a szöveg. A jókortárs szerzők visszavezetnek a klasszikusokhoz, arról nem beszélve, hogy a mai kortársakból lesznek a jövő klasszikusai. Hogy azok az osztályok, ahol kortárs szövegekkel foglalkoztak, ott nagyobb kedv támadt az irodalom olvasására, még a klasszikusok iránt is. Az irodalmat népszerűsítők fontos feladata, hogy olyan műveket ismertessenek meg a fiatalokkal, amelyek szellemi fejlődésüket szolgálják. Elfelejtettünk válogatni, elfelejtettünk gondolkodni, rábízzuk magunkat a médiára vagy a reklámerőkre, és bármennyire ez nem tetszik nekünk, azt gondolom, hogy az irodalom népszerűsítésnek éppen itt az ideje, hogy erről beszéljünk, erről a problématikáról. Annak idején úgy gondoltuk, hogy az ember ösztönszerűen kiválogatja magának azokat a könyveket, azt az irodalmat, ami neki a leginkább megfelelő, vagy a munkájához leginkább megfelelő, vagy a szellemiségének leginkább megfelelő. Ma már ez sajnos nincs így. Annyira sok impulzus ér mindenkit, hogy ebben a nagy zűrzavarban nagyon nehéz válogatni, nagyon nehéz megtalálni azokat a értékeket, amelyeket ezek a könyvek tudnának képviselni. Minden gyereknek, amint megszületik, százszor fülébe rágja a média, meg a reklám, hogy van mobil, meg van laptop, meg van számítógép, meg van kütyű. Elmondjuk ugyanennyiszer, hogy van könyv. A rendezvényen előadás hangzott el még többek között a szlovákiai magyar könyvtárosok anyanyelvi értékek megőrzésére irányuló törekvéseiről, valamint az elfeledett helyek felfedezéséről és köztudatba emeléséről.